Több mint 400 milliós fejlesztés, Farsang a Talentum óvodában, teltházas lakossági fórum, tavaszköszöntő a Zöldfa úti óvodában. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 24-én 18 óra 5 perckor. €400 millió forintos fejlesztést hajtott végre a tiszafüredi malom. A 30 éves családi vállalkozás a modernizációs programjához 200 millió forintos költségvetési támogatást kapott. Ennek fejében a cég garanciát vállalt arra, hogy 60 munkahelyet megtart. A fejlesztéssel a magyar vállalkozás képessé vált olyan gluténmentes termékek előállítására, amelyekkel Kelet-Magyarországtól egészen Románia nyugati feléig lefedi a piacot. Erős, magyar tulajdonban lévő vállalatok, vállalkozások szükségesek ahhoz, hogy a magyar élelmiszeripar stabil alapot biztosítson számunkra az élelmiszer ellátás biztonsága tekintetében. Ugyanakkor azt is szerintem bizonyította az elmúlt néhány év, hogy nemzetközi összevetésben is kifejezetten modern, kifejezetten innovatív a magyar élelmiszeripar, és hogy a nehéz időszakokban is jól helytáll. Azt mutatja az a tény, hogy még 2020-ban is, a világjárvány évében is azon kevés ágazat közé tartozott, amely növelni tudta a teljesítményét. A Talentum óvodában Bíró Andrea tagintézményvezetővel beszélgettünk, miközben mögöttünk lázas készülődés zajlott, hiszen a csoportok a Farsangra készültek. A szakember szerint a Talentum óvoda az a hely, ahol minden nap történik valami érdekes. A mindennapi tevékenységeken túl a gyerekek az egyik nap úsznak, a másik nap angoloznak, a harmadik nap robotikáznak, táncolnak, fociznak, és szebbnél szebb kiránduláson vesznek részt, könyvtárba járnak, és mindez persze az öregebb óvodások kiváltsága, de a mai nap a legkisebbeké, a hajnalcsillagoké, ahol éppen ma farsangoznak, nagyon-nagyon nagy szeretettel készültek a szülők is, farsangi jelmezekkel, a gyerekek is dekoráció készítésben részt vettek, maszkokat készítettek, és ami verseket tanultak, mondókát tanultak, amit ma előadnak, és ezután következik az elmaradhatatlan játékos vetélkedő, az evés-ivás mulatság, ahol szintén bőséges asztal várja a gyerekeket a szülők segítségével, és ez volt jellemző a szivárvány, illetve a napsugár csoportos csoportban is. Bőséges asztal várta a gyerekeket farsankor a szülők jóvoltából. Bíró Andrea szerint a Talentum óvoda a felnőttek számára is tartogat mindig meglepetéseket, érdekességeket. Nem csak a gyerekek számára érdekes a Talentum óvoda, hanem nekünk felnőttek számára is tartogat mindig meglepetéseket, érdekességeket. Az a hely tényleg, ahol a felnőtteknek nekünk fejlődni kell, mert olyan gyerekek járnak ide, hogy erre sarkalnak bennünket. És éppen ezért igyekszünk ennek megfelelni, és minden nap jobbnál jobb ötletekkel állunk a csoportszoba ajtajába. És a befektetett energia természetesen megtérül, hiszen látjuk a gyerekeken. A járványügyi helyzet miatt minden csoport rendelkezésére áll egy zárt messenger csoport, ahol naponta információkat, képeket kapnak gyermekükről a szülők. Minden csoport rendelkezésére áll egy zárt messenger csoport, ott nap mint nap információkat kapnak szövegben, képekben is a kedves szülők, illetve ők is érdeklődhetnek. Ezen kívül, ahogy most éppen a farsang aktuális, itt is felvételről internet segítségével pillanthatnak be a szülők a farsangi mulatságba, a farsangi felvonulásba. Természetesen sokat köszönhetünk a szülőknek is, hiszen a farsang színességét a jelmezek adják, melyekhez ők járultak hozzá, ők öltöztették fel a gyerekeket reggel. Már tervezik a nagy udvarra a tavaszi zsibongót, ahová várják majd a szülőket is. Tervezünk egy tavaszi zsibongót az udvarra, hiszen az udvarunk is nagyon szép és modern. Szeretnénk a szülőknek megmutatni, hiszen még nem volt rá módunk. És a nyílt térben tervezzük azt, hogy egy kis játékos, vetélkedős délelőttöt, akár egy gyereknapot tervezzünk az udvarra. Ezen kívül buszos kirándulást, természetjárást is tervezünk, könyvtár látogatást, amit már említettem, illetve a
szomszédos múzeumba is ellátogatunk, ami tényleg nagy előnye az óvodának, hogy itt a Karcag központjában található, és minden nagyon közel van a gyerekek számára is, tehát kevés logisztikával megoldható az hozzáférés. A tehetséggondozás mellett az iskolába menő gyerekek felkészítése is folyamatos, mikrocsoportban, a talentum foglalkozásokon. Azért az óvodának az a feladata mind a 3, illetve 4 évben, hogy felkészítse a gyerekeket az óvodai életre. A mi alapprogramunknak a tézise is az, hogy felkészítsük őket, főleg egyéni fejlesztés zajlik az óvodában, vagy mikrocsoportos, vagyis a saját gyerek személyiségéhez szabjuk a fejlesztési feladatokat. Ehhez állnak rendelkezésre a különböző úgymond talentum foglalkozások, ahová olyan gyerekek kerülnek be, akik a saját érdeklődési körüknek megfelelően választották azt. Így lehet mesélni, alkotni, tehát kreatív dolgokat létrehozni, táncolni, tornázni, tehát különböző fejlesztő tornát végezni, focizni, és a környezeti nevelés sem elhanyagolható ugye a mai világunkban, tehát a környezettudatos nevelésre is alkottunk egy talentum foglalkozást. Ősszel 20-25 kisgyermek kezdi meg az iskolát, de az utánpótlás szinte kétszer annyi lesz. Éppen ezért egy új csoporttal bővül a Karcagi Református Talentum Óvoda, ahová már a jelentkező kisgyerekek is megvannak, tudtuk meg a vezetőtől. Zsúfoltságig megtelt a Dédinő Kulturális Központ második emeleti díszterme, ahol az országjárás keretében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára tartott előadást. Orbán Balázs előadásában több gazdasági és stratégiai kérdést is érintett, és arról, mi a tétje az április 3-ai választásoknak, a következőket mondta. Én azt gondolom, hogy az a feladat, hogy most azokat is meggyőzzük, akik másként gondolkodnak, akik nem szoktak részt venni a választásokon, akik alapvetően valamilyen okból kifolyólag kritikusak a kormánypártokkal. Mert hát mégiscsak arról van szó, hogy 12 éve kormányzunk. Én tanítok az egyetemen fiatalokat. Egy mai 20 éves az nem emlékszik 2006-ra, arra az időszakra, amikor én egyetemista voltam. Nem emlékszik 2009-re, amikor én elvégeztem az egyetemet, és a fiatalok közötti munkanélküliség 25%, 20-25% között volt az országban, és úgy, hogy az ország egyik legjobb jogi egyetemén szereztem nagyon jó minősítéssel diplomát, alig találtam magamnak állást. Ők nem emlékeznek erre az időszakra. A mai 20 évesek, azok 8 éves koruk óta Magyarország miniszterelnökét Orbán Viktornak hívják. Tehát amióta a politikai ébredésük megtörtént, azóta ők erre a dologra gondolnak. Éppen ezért, és persze mi sem vagyunk tökéletesek. Tehát mi is követünk el hibákat. Mi is csinálhatnánk bizonyos dolgokat jobban. Mi is figyelhetnénk oda bizonyos helyzetekre jobban. De mégis, itt azért most arról van szó, hogy, és éppen ezért lehet szerintem ebben a helyzetben meggyőzni másokat, akik nem szoktak elmenni választani, illetőleg akik egyébként kritikusak bizonyos területeken az elmúlt 12 évben zajló eseményekkel és a kormánypárti képviselőkkel, hogy most nem annak van itt az ideje, hogy kísérletezgessünk, csak azért, mert de jó lenne valami mást kipróbálni, hanem egyszerűen, ahogy a Biblia is mondja, járt utat járatlanért, ilyen helyzetben nem lehet elhagyni. És hogy azt gondolom, hogy sok esély van arra, hogy, tehát van esélyünk arra, hogy ebben a munkánkban, hogy meggyőzzük ezeket az embereket is, és a mi oldalunkra állítsuk őket, ezt sok esélyünk van arra, hogy ebben a munkánkban sikeresek legyünk. Egy történetet szeretnék elmesélni, egy rövid történet. A múlt héten fodrásznál voltam, és a szomszéd boxban, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt, fodrász székben, egy alapvetően kormánnyal szemben kritikus vendégült, és egy kormánnyal szemben alapvetően, ahogy a beszélgetést kihallgattam, persze nem kellett kihallgatni, mert olyan hangerővel zajlott, hogy ha nem akartam volna, akkor is hallottam volna. Fodrász beszélgetett, és kritikájukat hosszan sorolták, nem tetszésüket hosszan fejezték ki,
de aztán ráterelődött szó az ukrán háborúra, meg a gazdaság helyzetére, és végül abban állapodtak meg közösen, hogy nagyon jó lenne egy kormányváltás, na de nem most. A Zöldfa úti óvodában Harsányi Szabó Ilona tagovoda vezetővel beszélgettünk a farsangi időszakról és a tervezett programokról. A projektjeikről, a megvalósított tevékenységekről a szülőket zárt Facebook csoportban tájékoztatják fotókkal és videókkal. Aktívan töltjük az időnket, és ezeket a projektjeinket, megvalósított tevékenységeinket megosztjuk a szülők számára, hiszen minden csoportunknak van zárt Facebook csoportja, amelyben tájékoztatjuk a szülőket minden a gyermekükről fontos eseményről, programról, fotókkal, videókkal színesítve. Az udvar számos lehetőséget biztosít arra, hogy a szabadban is tevékenykedjenek, megfigyeljenek, kikapcsolódjanak a gyerekek egy kis szabad mozgás erejéig. Mindenképpen meg fogjuk ünnepelni, hogy aztán, hogy a szülőket be tudjuk-e vonni, ez majd az időjárástól is függ is a járványügyi szabályozástól. Ezek a rendezvényeink ugye március közepétől indulnak, amikor szokott lenni a Múzeumparkban egy öltözöldbe nevű közös flashmob, ahol a karcagváros óvodásai zöldbe öltöznek, és közösen várják a jó időt, a tavaszt. Aztán pedig a zöldjeles napok a vízvilágnapja, a földnapja, a madarakfák napja, és nagyon várjuk majd május-júniusban a gyermeknapot, amikor már egy család, amelyik családi gyermeknap szokott lenni, és reméljük, hogy akkorára már egy felhőtlen együttlétet tudunk biztosítani a gyermekeknek, szüleikkel együtt. Az iskolába menő gyermekek aktívan tevékenykednek a csoportjukban. A felkészülésüket egyéni és mikrocsoportos formában is megvalósítják. A gyermekeket, tehát amint mondtam már, hogy aktívan tevékenykedünk ott a csoportban, és elsődleges az iskolában ülő gyerekeknek iskolára való felkészítése. Ezt egyéni és mikrocsoportos formában is megvalósítjuk. Az eredményekről a szülőket tájékoztatjuk, esetleges elmaradásokra felhívjuk a figyelmet, hiszen azért van olyan tevékenység, olyan képesség, amit közösen a szülőkkel együtt tudunk csak fejleszteni. A pandémia miatt a betegség állandóan jelen van. A gyerekek napról napra változnak, sokszor kicsit fejlődnek, aztán visszalépnek, mert otthon kell tartózkodni, így otthoni feladatok átadásával is próbálják erősíteni a gyermekek képességeit. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!